Megkaptál már a csapattól valami születésnapi ajándékot? Hát szerintem ez nagyon nagy születésnapi ajándék, hogy így küzdöttek ma a pályán, küzdöttünk egy csapatként. Igazából a meccs előtt a más edző, Vancák Vim most nagyon jó beszédet mondott, úgy gondolom feltüzelte a csapatot, és hát ennél jobb születésnapi ajándékot nem kaphatok a csapattól, hogy megnyertük ezt a mérkőzést, itthon tartottuk a 3 pontot, és azt a csapatot győztük le, ahonnan jöttem. Megrúgtál egy gólt, és adtál egy gólpaszt, azért tegyük hozzá. Ott a gólnál nagyon kicentiszted a kapufát. Hát igen, néztem is, amikor hult a labda. Hát nem voltam benne biztos, hogy a kapufáról befele pattan, de velem voltak ott fenn, és hát szerencsére befele pattant, és gól lett. Volt még egy helyzeted, és mindig veszélyes volt, amikor hozzád került a labda. Volt benned azért egy bizonyítási vágy Szombathely felé? Persze, ugye az előző mérkőzés Szombathelyen nem sikerült jól, ott ugye kikaptunk 2-1-re, sajnos akkor ott is jól játszottunk, de ott valahogy nem jött az a plusz, ami kellett a győzelemhez. Most viszont megvolt, és hát itthon tartottuk a 3 pontot. Láttam, hogy a régi csapattársak nehezen viselték egy kicsit, hogy gólt rúgtál, gólpasztattál, mert piszkáltak, azért lögdöstek. Persze, hát igazából úgy kell kezelni szerintem, hogy nem szabad felvenni ezt, igazából semmi dacolásnak nem szabad eleget tenni, és hát az a lényeg, hogyha én ilyenkor higgadt tudok maradni, akkor ők nekik ez rossz, hogyha rám néznek, és azt látják, hogy nem tudnak feldegesíteni. Most már nagykorú vagy, most már lassan majd 90 perceket is láthatunk a pályán? Hát remélem, küzdök rajta, hogy a fizikumom egyre jobb legyen, és hát ennyi kellett ahhoz, hogy ma nyerjünk. Igazából akkor már elfáladtam, amikor behoztuk helyettem Radó Andrist, aki szerintem nagyszerűen szállt be a játékba, és hát kellett a frissítés, hogy előre tudjunk még pluszt hozzárakni. Hát, ha megszerezzük a 3. gólt, de szerencsére elég volt a 2-0 is.